Az oktatópályán is végigmehettek azok, akik kilátogattak a családi nappal egy bekötött motoros összejövetelre. A pandémia elmúltával újra megrendezték Szekszárdon a szezonnyitó motoros találkozót. A programsorozaton minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes kikapcsolódást. Hoffmann Norbert, az Aliszka Motoros Egyesület alelnöke elmondta. Csapatuk közel 5 éve alakult, főleg szekszárdi és környéki tagokkal. Jelenleg egy klubház kialakításán dolgoznak Sióalján. Igazából mindenki előtt nyitva van a kapu. Motorozni tudó és szerető tagokat szeretettel várunk. A tagságnak és van egy feltételrendszere. Ez most egy hosszú történet lenne, de tehát mindenki, aki szeretne csatlakozni, csak ő rajta múlik. Tehát mindenképpen ugye meg kell ismerjük egymást, meg kell ismerjük a motoros szokásokat. Vannak nagyon sok elkötelezettségünk, vannak rendezvényeink, vannak tavaly támogattuk a mentőket itt Szekszárdon. Minden évben van februárban egy úgynevezett nyílt napunk, ez a Siógárdi Művelődési Házban van, ahol koncertekkel várjuk az érdeklődőket, és van a mi fix az október 23-ai zárógurulás, ami most már remélem az idén a negyedik alkalommal kerül majd megrendezésre. Itt egyre több motoros van. Tavaly mondjuk egy kicsit az idő annyira nem tett neki jót, de mondjuk tavaly előtt olyan 5-600 motor volt körülbelül. Dusa Márk, a Gemenc Motoros Egyesület elnöke elmesélte. A Tolna megyei baleset megelőző bizottsággal közösen arra törekednek, hogy minél biztonságosabban lehessen közlekedni az utakon. Különböző egyesületeket is meghívtunk, itt vannak a vérlovagok is pont mögöttem, az Aliszka Motoros Egyesületesek, Pécsről jönnek még, a mi egyesületünk is kivonult, rendőrmotorosok, polgárőrmotorosok, tehát igazából mindenkit, aki ez érdekel. Föl van állítva ugye egy kerékpáros pálya a gyerekeknek, hogy ők is egy picit tudják ezt a részt gyakorolni. Szerintem nagyon jó közösségépítő ereje van, mivel hogy itt a környéken nagyon nincs ilyen rendezvény. Az Aliszka Motoros Egyesület szokott szervezni minden évben egy szezonzárugurulást. Mi ezt a szezonnyitót szeretnénk így hagyományteremtő lejeggel folytatni minden évben. És egy picit a megyébe is ez mozduljon meg, és fogjuk össze motorosokat. A családi nap méltó lezárásaként a résztvevők felpattantak motorjaikra, és egy városi felvonulás keretén belül népszerűsítették a közösséget.